Sziasztok! Az előző videókban ugye egyrészt ö, készítettem egy élménybeszámolót a, az új kék Könyvnek a panohami bemutatójáról, illetve megosztottam veletek az új kék Könyvhöz kapcsolódó ö, újonnan írt előszót és utolsót, és arra gondoltam, hogy készítenék egy olyan videót is, amelyben ö, már kicsit átlapozva a könyvet, Magáról a könyvről osztanám meg a, az első benyomásként szerzett élményeimet, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Hogyha megnézzük a, a, könyvnek a, a külalakját, akkor egyrészt, amikor bemutatták, én nagyon meglepődtem, mert valami előzetes szövegben olvastam, hogy spirálozott lesz, aztán messziről meg láttam, hogy, hogy, hogy mégis egy könyv abszolút könyvnek tűnik, aztán, amikor kinyitottam, akkor meglepve tapasztaltam, hogy ez egy valójában spirálozott könyv, ami külalakjában könyvnek tűnik. Nekem ez, ez rögtön egyszerre üzente az, hogy hagyomány, komolyság és praktikum kapcsolódik ebben össze. Az lehetett a mögöttes gondolata, hogy, hogy egy, egy, egy spirálozott füzetke az azért, azért komolytalan hatást kelt, ugyanakkor hál' Istennek a könyvvel foglalkozók nem felejtették el 22 év után az előző kékünknek az első tapasztalatait, hogy mikor, mikor elkezdesz egy második kiadású kékünket újonnan használni, akkor az első egy-két-három évben nem nagyon marad nyitva. Tehát, hogy ez a nehézség, nehézség, tud lenni, még egy kottá vagy használva. Így nyilván egy, egy, egy spirálozott kötet, az mondjuk használatének az első két-három évében az egy nyilvánvaló előny, mert, mert megfogod, kinyitod és, és, és rögtön meg fog állni a Az, hogy ez hosszú távon mennyire lesz a bíró, azt majd meglátjuk. Nyilvánvalóan azért jobban kell rá vigyázni, mint a hagyományos második kiadású könyv formájú könyvre, de legalább ebben is fejlődünk egy kicsit, hogy, hogy óvatosabban lapozunk, nem tépkedjük a lapokat és vigyázunk rá. Azt el kell mondani, hogy azért látszik a, a spirálozáson, hogy ez nem a papírbotba kapható legolcsóbb spirál, tehát hogy azért látszik, hogy minőségi anyagot tettek bele, és a papíron is érződik, hogy azért nem a, nem a legvékonyabb, legkönnyebben szakadó. Tehát abszolút minőségi anyagokkal dolgoztak a készítők, papírra nyilván vigyázni kell majd egyrészt a lapozásnál, hogy ne szakadjon, a másrészt, ahol a spirállal találkozik a papír. Ezt majd az idő dönti el, hogy az mennyire lesz jól használható. Ugye a dalkészlet ugyanaz maradt, ez nyilván már az előzetes írásokból is kiderült, és egy teljesen érthető és védhető álláspont. Ugye a készítők elmondták, hogy készül majd egy egy új kiadvány is, ami a kékönyv előző kiadása óta megjelent dalokból fog majd egy válogatást tartalmazni. Előzetesen én nagyon kíváncsi voltam rá, hogy mi lesz a számozással, mert uh, ugye az első és a második kiadás között ki is lett mondva, hogy, hogy igyekeztem megtartani a számozást, hogy a két kiadványt párhuzamosan lehessen használni. Ebben a kötetben el is mondják, hogy újra lett számozva a kiadvány. Ez sokaknak ilyen csalódás lehet. Én is például fejből tudom szinte az összes kékönyvének a, 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 számát, és ezt most újra kell majd tanulnunk. Tehát ez, ez nyilvánvalóan mondjuk a harmadik és a korábbi kiadások együttes használatát nehezíteni fogja. De azért azt is el kell mondani, hogy mivel a második kiadás már évek óta nem kapható, és a legöregebb kékkönyvek már 22 évesek, azért a legtöbb kékkönyv már elég rongyos állapotban van, például a mi zenekarunkban is. És én egyfajta pedagógiai üzenetet is látok abban, hogy, hogy átszámozták, és hogy nem annyira használható a régivel párhuzamosan. Nekem ennek az az üzenete, hogy megcsináltuk, kiavítottuk, ezt használjátok. És ez talán ez is egy, egy védhető üzenet. Na most a nyomdában nyomtatott profi kiadványokkal kapcsolatban nekem van egy visszavisszatérő gondolatom, ezt a zenéskolai tanításban megjelenlőkodtak, és mindenfajta akár pedagógiai kiadványjal kapcsolatban meg szoktam fogalmazni. Engem mindig nagyon zavar az, hogyha egy kotta arra törekszik, hogy ugye minél kevesebb oldal legyen, hogy minél olcsóbban lesen gyárt, és minél Olcsóban lehessen adni, tehát minél elérhetőbb legyen az emberek számára. Én például most az zeneiskolai növendékeimnek dolgozok. Egy új, az ütőhangszerek és ritmusok alapjait megtanítok ottán, és ebben például így, hogy nem vagyok nyomdához kötve, hanem csak közvetlenül a gyerekeknek csinálom. Nem vagyok ahhoz kötve, hogy most ennek bele kell férni 40 vagy 50 oldalban, nem lehet akárhány oldalas. Maximum többet kell kinyomtatnunk. A másik dolog, ami ezzel a kották összesűrítésével és minél kevesebb oldalba betömörítésével a bajom szokott lenni, hogy szerintem ennek már komoly pszichés hatása is van. Például van az ütős oktatásban egy, egy azt hiszem több mint 30 éve használt alapkotta, ami, amivel nekem az egyik legnagyobb bajom az, hogy rengeteg bogyó van egy oldalon és ránéz a, ránéz a gyerek, ránéz a növendék, és nem azt látja, hogy mi a feladat, hanem egy ilyen bogyó erdőt lát, és eltéved benne a szeme. És oké, okay, hogy, hogy mondjuk a, a kék könyvet, többnyire azért fiatal felnőttek, felnőttek használjuk. Egy profi zenésznek is könnyebb egy szép átlátható a képből dolgozni, mint egy, mint egy kusza ö, teleírt lapról. Ezzel kapcsolatban a kékönyvre rátérve nagyon-nagyon örültem neki, hogy alapvetően azt látom, hogy az egy lapon egy dal legyen koncepciót próbálták végigvinni, és ez szuper jó, mert akkor azt történik, hogy kinyitod a dalt, ott van a címe, ott van a dallam, ott van a szöveg, ott van az akkord, és, és esélye sincs máshol nézni, esélye sincs eltéveszteni. Úgyhogy szerintem ennek, ennek nagyon nagy gyakorlati használ. Úgyhogy ezzel kapcsolatban nagyon nagy dicséret a készítőknek, hogy ezt így, így megcsinálták. Szerintem a koncentrációt ez így nagyban segít, és a zené szolgált minőségét is emelheti ezáltal. Ugye erre a laponként csak egy dal koncepcióra, egészen egyszerű példák is vannak, most mutatok nektek egyet. Például, ha megnézitek a 183-as éneket, az ehhez nem szokott szemnek, neked kicsit furán néz ki, de én nagyon szeretem az ilyen oldalakat. Kinyitod, és ott van, hogy oda kell koncentrálni, nem vonja a három másik dal a figyelmedet. Szóval én ezt abszolút üdvözlöm ezt a döntést, és ez egy szuper irány szerintem. Próbáltam alaposan átlapozni a kiadványt, én azt látom, hogy összesen két olyan eset van, ami setételeket nem számolva, ahol egy lapon két dal van, ez a 122-es és 123-as dal, és a 413-as és 414-es abszolút a belefér kategória nekem, úgyhogy nekem ezen nincsen problémám. Kis számban, de vannak a kötetben olyan dalok, három és négy oldalas dalok, amelyekben ugye mindenképpen kell lapozni. Ha jól számoltam, akkor két darab három oldalas dal van, a 65-ös és a 190-es számú, és egy darab négy oldalas, ez pedig a 178-as ének. Ugye ezekben mindenképpen kell lapozni, ugye nem tudod elkerülni azt, hogy lapozni kell. Amivel kapcsolatban viszont szeretnék egy pici kritikát megfogalmazni, de, de szeretettel és, és, konstruktív módon, az a két oldalas daloknak az elhelyezése. Ugye az új kiadványban le is van írva, és egyébként elmondták a bemutatón is, hogy, hogy szeretettel várnak mindenféle jobbító észrevételt. Ezt kérem a, a készítőkhez, ha ez a videó, akkor ezt, ezt tényleg konstruktívnak és jónak vegyek, és ezt azért mondom el, mert szerintem ez egy fontos dolog, és ez, egy, ez, egy, ez nem, nem kvantumfizika, tehát ez egy, ez egy, könnyen kis figyelemmel javítható dolog, ami miatt aztán egy későbbi negyedik kiadás, vagy, a, vagy az új dalokkal megjelenő válogatás, az például ettől még, még jobb lehet. De mielőtt magának a kék könyvnek a két oldalas lapozós dolgot elmondanám, azért azt is ide tűzném, hogy, hogy én most pont egy ilyen lapozós dologba belefutottam a doktori diszertációm kapcsán is. Ugye most negyedéves doktorandusz vagyok a Zene Akadémián, és a diszertációmat Elliot Carter 8 Pieces for timpani Timpani című művéből írom, ami egy egy nyolc tételes timpanira, üsdobokra írott mű. Azért merem ezt a videót elkészíteni és erről beszélni. A diszertációmban is belőtköztem egy ha hasonló problémába, és ott is lemertem írni, és elmertem mondani azt, hogy ezzel baj van. Ennek a kottának az előszavában Carter, a szerző, leírja, hogy direkt figyeltek a, a kiadvány elkészítésekor, hogy segítsék a lapozások gördülékenységét. Na most ebben a kiadványban ugye 8 tétel szerepel, azt hiszem, hogy kettő vagy három két oldalas, most nem emlékszem pontosan, és a többi három oldalas. Most nyilván a három oldalas tételeknél így is úgy elkerülhetetlen a lapozás, úgyhogy azokat gyakorlatilag mindegy, hogy bal vagy jobb oldalon kezdjük, lesz benne egy lapozás. Szóval a két oldalas darabokat azt el lehet helyezni, úgyhogy az egyik lap ja, bal oldalon, a másik lap a ja, jobb oldalon legyen, és akkor azokban nem kell lapozni. És számomra nagyon ö, hát vicces vagy szomorú, most ezt mindenki döntse el, érdekes volt, hogy Carter leírja az előszóba, hogy nagyon figyeltek arra, hogy a lapozás gördüléken legyen, mégis azt a néhány két darabot, amit nagyon kevés energiából lehetne egymás melletti lapokra tenni, minden egyes két oldalas tételnél lapozni kell. Amit ráadásul a játszani való anyagnak a sűrűsége nem is enged meg. Tehát és nyilván az ember kifény és mellé tesz ide, de, de ez egy megoldható dolog lenne. És itt kapcsolódok rá a kék könyvre. Én az életet megszámoltam, ö, nem rossz csak hogy konkrét adatokkal tudjuk dolgozni. Összesen 46 olyan alkalom van, hogy egy két oldalas darabbal lapozni kell. Ebből 43 ö, rendes dal és három misetétel. Viszont emellett említsük meg, hogy 36 esetben meg, meg ö, jól vannak ki az a tehát hogy bal oldalon kezdődik és jobb oldalon fejeződik be egy két oldalas dal. Nyilvánvalóan tudom, hogy hogy ezt a kiosztást a, az ABC rend is diktálta. Nem akarom úgy itt hagyni ezt a videót, hogy most elmondtam, hogy ez nem annyira jó, és akkor itt befejezzük, és de okos vagyok. Én szeretnék egy megoldást is javasolni hozzá, és én azt szeretném ezt mondani, hogy, hogy értem, hogy ABC rendben van, de én azt csinálnám például az új uh, készülő válogatás esetében, hogy nyilván egy kupacon vannak az A, B, C, D betűvel kezdődő dalok, de ha mondjuk egy dal, mondjuk a D betűs dalok között úgy jön ki, hogy jobb oldalon kezdődik, lapozni kell, és ö, bal oldalon fejeződik be, akkor, akkor simán megcserélném az előző énekkel. Mert ha belegondolsz a gyakorlatba, úgyse számra pontosan fogod tudni megtalálni a dolgokat, általában lapozgatsz és a környékére lapozol, még ha tudod is a számát, annak a környékére lapozol és pontosítod, tehát, ha megtalálod a débetűs dalokat, akkor egy-egy dal cserélésben meg fogod találni a nem pontos ABC-rendbe levő dalokat is. Szerintem ez egy olyan kompromisszum lenne, ami, ami még egy jövőbeni kiadványt még jobbá tehet. És ez nem jelenti azt, hogy ez a kiadvány rossz lenne, csak csak, csak emiatt egy picit nehezebben használható. Erre mutatok is egy példát. Az első olyan dal, ami, ami kicsit rosszabbul lapozható a, a kötetben, az a 11-es számú. Tehát minden egyébként, hogy kiírta és melyik dal, nem, nem ezért mutatom. Ha megnézitek a 11-es dalok azt látjátok, hogy jobb oldalon kezdődik, hogy kell egyet lapozni, és itt fejeződik be. És ugye ez simán lehetett volna, hogy ez a lap itt kezdődik, és a másik oldalon is nem kell lapozni. De ne legyünk igazságtalanok, mutatok egy olyan dalt is, amelyben ez meg pont jó. Például a 32-es dal, ahol azt látod, hogy bal oldalon elkezdődik a dal, és a másik lapja jobb oldalon van, és lapozás nélkül megoldható még egyszer mondom, ez egy konstruktív javaslat, szerintem erre lehetne figyelni, hogy legalább a két oldalas dalok terjedelméig alapozás mindenképpen kerüljük el, mert, mert gördülékenyebbet tesz az előadás, és egyébként megsegíti azt, hogy, hogy ne a logisztikával menjen az energiánk, hogy most akkor, akkor ki lapoz kinek, ki hogy lapoz, ki hagyja a gitárzás lapozás miatt, hanem tényleg a lényegre és jó istenre tudjunk fókuszálni éneklés közben. Ez egy ilyen első benyomás, első ránézés. Most az egyes dalok konkrét részletek és mélységig nem tudtam lemenni, de azért, azért, azért belenéztem egy-két dalba. Örömmel láttam, hogy tényleg megújult, és tényleg át lettek nézve a dalok sok esetben. Aminek örülök, hogy maga a daloknak az ütemkiosztása sokkal követhetőbb lett, ebből is volt néhány nagyon rossz gyakorlat az előző, előző verzióban. Biztos, hogy maradt benne prozódiai helytelenség, vagy, 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 vagy esetlen dolgok, vagy, vagy adott esetben hülyeség leírva de, de tudom, hogy a, a, készítőknek meg egyrészt a szerzők által helyesnek vélt verziót is tiszteletbe kell tartani, meg hát látszik, hogy ez egy, ez egy elképesztő nagy méretű munka. Az biztos, hogy, és ez kitom ki tudom jelent, hogy előrelépés az előző könyvhöz képest, az, hogy mekkora, azt majd, azt majd a hétköznapi gyakorlati használat fogja kideríteni. És azt is tudom a, a, a szerkesztők, készítők részéről, hogy, hogy nekik meg egy ilyen nagy vívódás is lehetett ez, hogy nekik a, a szerzők kéréseit, a szerzők szándékát is figyelembe kell venni, és ugyanakkor nekik is vannak szubjektív vagy akár objektív gondolataik arról, hogy egy dalnak hogy lenne a helyes prozódia, vagy a helyes kép a helyes kinézete, és ezeket, ezeket ügyesen kell összefésülni. Úgyhogy ez egy nagyon nagy munka, én is kottázok, én is foglalkozok ilyesmivel, és tudom, hogy, hogy, hogy ez egy, ez egy elképesztő méretű munka. Úgyhogy tehát csak azt mondani most ebben az első benyomásokat rögzítő videóban, hogy, hogy köszönjük szépen mindenkinek a, a munkáját, aki ezzel a kiadványjal dolgozott, és reméljük, hogy a, az Isten dicsőségére fogják tudni használni a csapatok, vagy fogjuk tudni használni, mert nyilván mi is használjuk, úgyhogy köszönjük szépen.